idén is meghirdette sport kommentátori programját a közmédia. A sporttelevíziózás alapjait hazánk legismertebb szakembereitől tanulhatják a résztvevők. A képzés az M4 sport világszínvonalú technológiával felszerelt stúdiójában történik. A közmédia sport kommentátori programjára már csak pár napig lehet jelentkezni. De hogy kiből és hogyan lesz valakiből sport kommentátor, azt majd Barna és vendégétől most megtudhatjuk. Így van, Mohaj Bence, az M4 sportműsor vezetője. Szervusz, tisztelettel köszöntelek! Szervusz, jó reggelt kívánok a kedves. Tényleg, hogy lesz valakiből kommentátor? Belőled hogy lett? Hát éppen 16 éve, pár hete volt 16 éve, hogy beléptem először még a szabadságtéri székházba, és... Én is, csak én 31 éve, hát így mennek az évek. Na, majdnem kétszer annyi idő. És, és pont 15 éve lesz áprilisban, hogy, hogy állást kaptam a tévén, ott megelőzte 12-14 hónap gyakornoki időszak, és, és mindig azt mondom, hogy ez a legfontosabb rész, hogy az ember átlépjen a kapun, és megkapja a lehetőséget, mert ezt a szakmát nem lehet könyvekből megtanulni, ezt a gyakorlatban lehet megtanulni. És nekem az volt az óriási szerencsém, és nagyon hálás vagyok azóta is azoknak, akikkel ott kezdtem, és akikkel dolgozhattam, hogy azoktól tanulhattam meg a szakmát, akik... Akik csinálták, akiket előtte évekig, évtizedekig néztem a tévében, és akiket, akiket mindig példaként tekintettem, akikre fölnéztem. És ahogy ez elkezdődik, a legapróbb lépések, az ember társszerkesztő, skriptel, háttérmunkákat csinál, archívumba rohangászik, de látja maga előtt a célt, és ez nagyon fontos, hogy az ember ezt a szamár létrát, ezt végigjárja. És ez a képzés, a sportkommentátor program most ezt a lehetőséget adja meg, hogy egy fiatal beléphet ide a házba, kap maga mellé egy mentort, próba közvetíthet, gyakorolhat, ugyanabban a technikában, amiben Hajdú B. István, vagy Székely Dávid, vagy Újvári Máté közvetíti a meccseket, ugyanabba a szobába beülhető is, és közvetíthet ő is egy meccset. Azt mi meghallgatjuk, kiértékeljük, segítünk neki, és újabb és újabb próba közvetítésekkel végül eljuthat odáig, hogy, hogy akár végül adásban is közvetít. Mindannyian fogtok majd tanítani? Ki van jelölve néhány kommentátor és műsorvezető kolléga, akik mentorként működnek közre ebben a programban. Tehát ez a következőképpen néz ki. Most február 29-e a jelentkezési ez határidő. Ez azt jelenti, 26-20 csütörtök. Igen, néhány nap, de a 29-ét könnyű megjegyezni, mert az négy évente csak egy. Igen, szökvény. Én... Nézga Aladár is 29-én született, hogy csak négy évente de legyen, test. mindig ezt hány fel. Na, megyünk. is jelentkezhet a kommentátor program. <laughs> majd szólok meg. De 29-e -a, a jelentkezési határidő, akkor ezután nyilván az önéletrajzok meg a rengeteg jelentkezés alapján kiválasztunk majd, sok embert, akik elvégezhetnek egy tesztet. Egy írásbeli tesztel folytatódik ez a felvételi eljárás, ez két részből áll. Itt lexikális tudásra van szükség elsősorban. egy de... szabályokat jelentenek különbözőképpen? Főleg, főleg arra van szükség, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy a fiatal követi a sportot, és benne van. És nem csak az, hogy van egy kedvenc csapata, ismeri a Real Madrid összes játékosát, meg múltját, meg múltbeli trófáját, de fogalma sincs, hogy a férfi párbajtört csapatban kik szerepelnek és kik készülnek az olimpiára, mert, mert az ilyen az nem jó. A sportriporternek azért képben kell lenni, főleg a magyar sporttal, az olimpiai sikerekkel, és legalább egy alapvető lexikális tudása kell, hogy legyen, bár én azért azt is szoktam mondani, hogy ebben a mostani világban már a, a legfontosabb képesség az nem az, hogy a fejében legyen az embernek a tudása, hanem az, hogy minél hamarabb utána tudjon nézni dolgoknak, minél hamarabb hozzáférjen. De de azért egy alap tudás kell. Szóval ezzel a, a tesztel azt szűrjük ki, hogy ki az, aki, aki egyáltalán nincs képben a sporttal, és ki az, de ez aki hamar igen. Ez hamar, igen. Két részes ez a teszt. Van egy olyan része, ami általános ismereteket, általános sportra vonatkozik, ezt mindenkinek el kell végezni. És van egy másik része, amelyik pedig terület specifikus. Az egyik az motorsport, ha jól tudom, automotorsport, a másik az csapatsportágok, harmadik talál labdarúgás, de minden esetre azért lehet valamennyire szakosodni, én se vagyok annyira képben például forma formaegyel meg MotoGP-vel, mint például a motorsporttal foglalkozó kollégáim. Úgyhogy lehet, hogy azon a teszten meg is buknék egyébként. És akkor, Nem amikor, én. és akkor amikor ez a teszt megtörténik, amikor ezzel kiszűrjük a jelentkezőket, akkor ez alapján azért lesz egy már egy, egy kicsit kisebb létszám, akiket meghallgatunk, és, és Közülük kb. 20-25 ember elkezdheti majd magát a képzést, kap mellé, maga mellé egy mentort, próba közvetíthet, és tavasszal egészen az Európa-bajnokságig zajlik ez a program. Azért szép év lesz, izgalmas, Igen. ugye? Foci ebé, olimpia. Hát ez mély víz, belecsöppetnek. Igen. Hát olyannyira, ez a lesz, ez már nem is annyira jövő idő, hanem ez már január óta tart. Ugye elkezdődött kézilabdával, vízilabda Európa bajnokság, aztán vizes világbajnokság, teljes vizes VB volt, elkezdődött már az NBA, zajlik a bajnokok ligája, és még hátra vannak olimpiai serejtezők, mindenféle világversenyek, magyarországi világversenyek, hogy csak más nem mondjak, ritmikus gimnasztika, meg Európa bajnokság is lesz Budapesten, meg jelenleg is zajlik Győrben a sportlövő Európa bajnokság, illetve tegnap ért véget. Szóval nagyon-nagyon sűrű a verseny. Program, de hát a két csúcspont természetesen a nyári labdarúgó Európa-bajnokság és a Párizsi Olimpia. És értelem mi is erre a két eseményre keresünk még sok-sok kollégát, hiszen uh, nyilván nekik is nagy lehetőség, hogy ebben a két nagy eseményben közreműködhetnek, belülről láthatják, hogy hogy néz ki egy olimpiai közvetítés, de nekünk is szükségünk van fiatal segítők ezekre, akik, akik a háttérmunkát, a fontos feladatokat elvégzik, ők pedig ez alapján nagyon sokat tanulhatnak a tévézésről és a sportriporteri munkáról amikor nézel egy sport közvetítést, a kollégák közvetít, de mit nézel elsősorban, hogy a kollega mit csinál, vagy a mérkőzés? Hát a mérkőzés, de, de nem tudom nem úgy hallgatni, hogy közben a, közben a kollégát is figyelem. És egyébként ez, ez egy érdekes kettősség, én egyébként nagyon élvezem, hogy a kollégák közvetítenek, de, de egész más úgy hallgatni, hogy ismered az illetőt, hogy tudod, hogy hogy készült fel, és tudod, hogy mennyi munka van emögött. Nagyon sokan, akik tévét néznek, és ismerik a focit, szurkolnak valamelyik csapatnak, szurkolóként nézik a tévét, és értékelik a kommentátort. Ugyanúgy, ahogy mondjuk, mi a bírót értékeljük, pedig sosem voltunk bírók. De úgy érezzük, hogy tudjuk, hogy hogy kellett volna fújnia. Valahogy a kommentátort is így értékelik az emberek, tudják, hogy hogy mondhatod ilyet, vagy miért mond ennyi statisztikát, miért nem mond annyi statisztikát, miért így mondta, miért úgy mondta, miért kiabált, miért nem kiabált, miért ilyen gyorsan beszél, miért ilyen lassan beszél. Borzalmasan tisztelt benneteket sok minden miatt, de főleg azért, mikor a pályá alig történik valami, de beszélni kell. A néző az várja, hogy valaki szóljon hozzá a dobozból, és fél percig nem lehet hallgatni. Na, ilyen, ilyenkor aztán nem mindig jellek benneteket. Hát igen, ez egy, és ez egy fontos tulajdonság, egy fontos képesség, hogy az ember tudjon beszélni arról, amit lát, akkor is, hogyha nem történik tulajdonképpen semmi. Egyébként erre vezethető vissza az is, hogy nagyon sok későbbi a uh, médiában sikeres ember, tévés, uh, vagy akár más területen sikeres ember, sportriporterként kezdte. Tehát nagyon sok olyan ember van, aki sportriporterként kezdte a pályáját, és aztán más területen, sóműsorokban uh, akár közéleti területen lett nagyon sikeres, mert a sportriporteri szakma az annyi mindenre felkészít, olyan, olyan váratlan helyzeteket hozhat, és olyan dolgokat, olyan helyzeteket kell kezelni, amik semmilyen más területen nem kerülnek elő, tehát ha valaki ebben megállja a helyét, akkor utána később sok más területen is meg fogja állni. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és hát nagyon sok sikert kívánok, hogy mondjam, hajrá! Köszönöm szépen! Köszönöm én is.